Köszöntöm nézőinket, Önök a Bonyhádi Naplót látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Nézzük, miről lesz szó a mai magazinunkban. 217 Bonyhádról elhurcolt neve olvasható az emlékművön. Időszerű kérdésekben hozott döntést az önkormányzati testület. Járdafejlesztés Majoson. Interkulturális viselkedés formáló előadást tartottak Bonyhádon. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium előtt avatták fel azt a szobrot, amit az elhurcoltak emlékére állítottak. Az emlékművön annak a 217 személynek a neve olvasható, akiket 1945. januárjában vittek el Bonyhádról a Szovjetunióban munkatáborokba. Az alkotás három olyan magánszemély anyagi támogatásával valósították meg, akiknek a hozzá tartozói érintettek voltak a történelem ezen szomorú időszakának. A Német Nemzetiségi Egyesület kórusa énekelt azon a megemlékezésen, amit a Bonyhádról elhurcoltak emlékére tartottak meg. November 25-e a magyar állampolgárok Szovjetunióba hurcolásának az emléknapja. A Magyarországon fogságba vetett, kismunkára összegyűjtött polgári személyek nagy részét hadifogolyként, míg kisebb részét internáltként hurcolták el a szovjet fegyveres erők. 1945. januárjának első napjai szomorú eseményként vonultak be a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Bonyhád város történetébe. Az országos hírű intézményből ideiglenesen kivonultak a szovjet katonák, de nem azért, hogy a patinás épületben megkezdődjön a tanítás, hanem hogy helyet adjanak azoknak a német nemzetiségű fiatal nőknek és férfiaknak, akik kis csomaggal a kezükben arra vártak, hogy innen szállítsák őket tovább a munkatáborokba. Innen hajtották őket Bajára, Baján pedig marhavagonokba rakták őket, és több hetes úttal érkeztek meg a Szovjetunióba a kényszermunka helyszínére, ahol nagyon-nagyon rossz körülmények között éltek, dolgoztak, az emberek 30%-a nem élte túl ezt a megpróbáltatást, és akik hazajöttek, azoknak is egy életre mély traumát hagyott az emlékükben. Bonyhádról pontosan 217 embert hurcoltak el, viszont ebben az időben 45-ben nem tartozott még hozzánk Majos, Tabód, ezek a települések, amik most már ide tartoznak, tehát ez csak Bonyhádra vonatkozik, és nem csak a bonyhádiakat vitték innen el, hanem a környező településekről Váralja, Kismányok, Kisdorog, még különböző településekről. Kis dolog érdekes, mert ott a nagyobb többséget innen a Bonyhádi gimnáziumból vitték el, viszont január végén néhány embert Dombovárra szállítottak. 1995-ben a gimnázium falán már elhelyeztek egy emléktáblát az elhurcoltak emlékére, viszont pár évvel ezelőtt felvetődött az az ötlet, hogy a 217 személy ne csak egy szám legyen, amit a megemlékezéseken elmondanak, hanem legyen egy emlékmű, amin olvashatóak is azoknak a személyeknek a nevei, akiket elragadtak otthonukból. Egy elhurcolt lánya felajánlott egy nagyobb összeget, hogy a gimnázium előtt egy emlékművön az utókor számára megörökítve legyenek a nevek. Hozzácsatlakozott két másik érintett is, akik anyagilag támogatták az elképzelés megvalósítását. A felajánló egészségére való tekintettel kérte, hogy ez minél előbb valósuljon meg, ugyanis már januárban szerettük volna átadni a megyei emlékművet, ez nekiúsult, és nem szerette volna, hogyha ez még tovább elhúzódik. Szatmári Juhos László szobrászművész álmodta meg az emlékművet, az ő kezemunkája őrzi majd az utókor számára a történelem ezen szomorú időszakának átélőinek a nevét. Megtartotta rendes ülését Bonyhád város önkormányzatának testülete. A képviselők többek között meghallgatták a Varázskapu óvoda éves beszámolóját, és döntést hoztak abban, hogy elfogadják a Magyarországi Zsidó Kulturális Egyesület kérését. A Magyar Zsidó Kulturális Egyesülete kereste meg Bonyhád város önkormányzatát azzal a kéréssel, hogy csatlakozzon ahhoz az országos kezdeményezéshez, mely a bontható kövek nevet viseli. Elnök úr arról abban kérte Bonyhád város önkormányzatának a támogatását és segítségét, hogy ezeket az úgynevezett bontható köveket, amelyek a
szintén elhurcolt zsidó emberek emlékére lehetne elhelyezni. A járdába sülyeztett bronz plakettekről beszélünk, azoknak a házak elé, amelyek a legutolsó szabadon választott lakhelyeivé szolgáltak ezeknek a családoknak, és az előterjesztés pontosan magába foglalja, hogy mely helyszíneken, mely utcákban és mely házak előtt lennének ezek elhelyezve. A testület egyhangúan támogatta a kövek elhelyezését, természetesen kikérve előbb a szakhatóságok véleményét. Amennyiben ez rendelkezésre áll, 2022. áprilisában a holokauszt áldozatainak emléknapján sor kerülhet az elhelyezésre. A testület egyhangúan döntött arról is, újabb pályázatot nyújtanak be a térzene program folytatására. Most is van folyamatban egy ilyen pályázatunk, még nem valósult meg valamennyi programja. A jelenlegiben 30 ilyen műsorra, programra nyertünk támogatást, és közel a fele már lezajlott, de nincs semmi akadály annak, hiszen az újabb pályázatot kiírták, hogy egy újabb körben is pályázunk, és ha amennyiben nyertesek leszünk, akkor ezek a nagyszerű zenei előadások tovább tudnak folytatódni. Bár több javaslat is érkezett, a Humán Bizottság és a testület tagjai abban is egyetértettek, hogy ne változzon meg a Városi Sportcsarnok elnevezése, a jelenlegi formát tartotta minden érintett a megfelelőnek. A képviselők meghallgatták Horváth Klára intézményvezetőnek, a Varázskapó óvoda vezetőinek éves beszámolóját. Ennek kapcsán felvetődött annak lehetősége, hogy az idei beszámoló kerüljön be az óvoda múzeumába, mert egyedülálló a maga nemében, hiszen a COVID-járvány levezénylését és hatásait is taglalja a dolgozat. Az idei év utolsó ülését tartotta a Völgységi Önkormányzatok Társulása pénteken. A 16 előterjesztés közül első napirendi pontként a központi háziorvosi ügyelet működtetéséről hallgattak meg beszámolót. Barca Zsolt, az ügyelet vezetője arról beszélt, a folyamatosan emelkedő költségek miatt az eddigi áron nem lehet működtetni a rendszert, ezért azt kérte az érintett polgármesterektől, hogy támogassák a lakosok eddigi 44 forintos havi díjának 50 forintra történő emelését. Filóné Ferenc Ibolya arra tett javaslatot, hogy az eddigi 2,3 millióról 3 millióra emeljék a Völgységi Önkormányzatok Társulása által minden évben a civil szervezetek számára meghirdetett közművelődési pályázat keretösszegét. Ezt a megnövekedett költségekkel indokolta, ami az egyesületeket is érinti, továbbá azzal, hogy évek óta nem történt változás a keretösszegben. Mindkét javaslatot a testület elfogadta. A felelős gazdálkodásnak köszönhetően jelentős pénzügyi forrásokkal bír Bonyhád. Ennek eredményeként kerülhetett sor arra, hogy az elmúlt esztendőben annyi pénzt fordítsanak járdák korszerűsítésére, mint ezelőtt soha. Ebből a pénzből jutott a Majosi város részre is, ahol az elmúlt 5 esztendőben kezdődött meg egy korszerűsítési program. Ezúttal egy kis ünnepség keretében adták át azt a járdaszakaszt, melyet rendkívül sokan használnak, hiszen a temetőt köti össze a település alsó részével. Ez az út nemzedékek számára a téli örömök helyszínéül szolgált. Itt szánkozott éveken keresztül a majusi fiatalság. De ez a szurdik szolgált arra is, hogy a településen élők halottaikat látogassák meg a temetőben. Az önkormányzat az idei esztendőben jelentős forrásokat biztosított arra, hogy Bonyhádon és Majoson korszerűbbé tegye a járdák állapotát. Ebbe a fejlesztési koncepcióba került be az 5. utcából nyíló utcaszakasz is. Összesen 45 millió forintot, ennyit még sose költött a város egy évben járdák felújítására, és ebből a keretből jelentős összeg került Majosra is. Mondta el átadójában Filóni Ferenc Ibolya polgármester. A települést Sárkány Szabolcs képviseli a város képviselőtestületében. Leginkább ő érezte át ennek a kis ünnepségnek jelentőségét. A helyiek életében ez egy nagyon fontos mérföldkő volt, hogy ez a járda megépüljön, mert egy több évtizedes problémát oldott itt meg. Mert ugye aki ismeri a települést, tudja, hogy ez a járda az óvoda mellett van, ennek a megközelítése is nagyon fontos. Akkor itt lejjebb van egy gyár, annak a megközelítése, és összeköti a falunak az alsó részét a temetővel, ami ugye mindenkinek egy fontos dolog, hogy eljusson a szeretteihez. Ez mindig is járható földes szurdok volt, amit évtizedek óta használt itt a lakosság, és meg kellett ezt a problémát oldjuk. Ugye most sajnálom legfőképpen a gyerekeket, mert a téli szánkópályájuk ezzel megszűnt,
de reméljük, hogy majd megtalálják az új helyüket máshol majd a szánkózásra. Ebben az évben megépült még egy 205 méter hosszú járda az 5. utcában, és ennek a járdának az összege és a másik járdának az összege 11,7 millió forint értékben valósult meg Majoson 2021-ben járdafejlesztés. Soha nem volt ilyen jellegű járdafejlesztés. A idei évi városi keretnek a 35%-a lett elkölve Majoson járdára. Bár a járdaszakasz elkészült, ezzel a fejlesztés nem fejeződött be. Aki megpróbált felsétálni a Meredek utcán, tudja csak igazán, hogy ez embert próbáló feladat. Éppen ezért elsősorban az idősebb generációkra gondolva komfortosabbá és nem utolsó sorban biztonságosabbá kell tenni ezt a járdaszakaszt. Hiába épült meg maga a betonjárda, itt még lesznek különböző kapaszkodók felszerelve. A mellettünk levő vízvezető ároknál is lesz egy korlát, kihelyezve a biztonságos közlekedés véget, és az emelkedőnek a legvégén is, ahol nagyon meredek, ott is lesznek ilyen közlekedés segítő kapaszkodó kis korlátok beépítve majd közeljövőbe. És ha minden a tervek szerint halad, a helyiek ígéretet kaptak arra is, hogy hamarosan nem kell mondjuk halottak napja környékén sötétben botorkálniuk a temetőbe. Rövidesen napelemes világítórendszer is segíti majd a közlekedést. Bár ahogy hallottuk, az idei esztendőben annyi járda újult meg a településen, mint soha még eddig, ezzel még minden probléma nem oldódott meg. Az az igazság, hogy ezek a járdák, amik a településnek a legrégebbi szakaszain vannak, az 5-ös utcában, a 8. utcában, 9-es utca, 7-es utca, ezek valamikor az 50-es években épültek. És ezeket a járdákat ugye elkezdtük mi felújítani az utóbbi 5 évben, és szépen folyamatosan haladunk előre, és remélhetőleg most már látjuk az alagút végét, úgyhogy azt szeretném mondani, hogy jók a lehetőségei a városnak, és ezáltal meg fog valósulni a közeljövőben a többi fejlesztés is. Attitűd formáló előadás sorozatot tartottak a Bonyhádi Völgységi Múzeumban. A program célja az volt, hogy a paksi atomerőmű fejlesztése miatt a térségbe települő más kultúrával rendelkező szakembereknek és családjuknak segítsék a beilleszkedést. A témában kompetens trénerek közvetítésével a résztvevők különböző feladatok segítségével átbeszélték interkulturális ismereteiket. De mi az, ami nem látszik? És ebben nagyon-nagyon meg kell erősíteni őket, hogy nem látszik az, és nem látszik az önéletrajzukban az, hogy ők önbizalomra tesznek szert. A Bonyhádi Völgységmúzeum adott otthont egy attitűdformáló workshopnak. A paksi gazdasági fejlesztések kapcsán számos külföldi munkavállaló érkezik a megyébe, és az ő beilleszkedésüket segítik ezek az interkulturális ismeretekre alapuló előadások. A miniszterelnökség a paksi fejlesztésben résztvevő gazdasági társaságon keresztül elkötelezett a nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló fejlesztés és harmonizáció irányába, melynek érdekében támogatják a térség lakói, intézményei, szolgáltatói interkulturális ismeretének bővítését. A Bonyhádi és Tolna megyei lakosoknak, helyieknek ad egyfajta segítséget, egyfajta kezdőpontot ahhoz, hogy egyáltalán ezekből a teljesen különböző kultúrákból származó emberekkel hogyan vehetik fel a kapcsolatot egy kicsit, hogyan érezhetik magukat az ő bőrükbe, hogyan próbálhatják meg megérteni őket, és ezáltal elfogadni őket, és egy élő közösségnek a részvévé válni. Ugye ez a gondolatkör, amit most így körbe fogunk járni, ez az, hogy hányféle módon lehet egy kultúrát még leírni, miféle dimenziói vannak. Ez egy rendkívül jól és rendkívül professzionálisan felépített műhelybeszélgetés. Itt két tréner vezeti végig, akik a Pécsi Tudományegyetemnek az oktatói, illetve emellett ennek az attitűdformáló workshopnak a trénerei, és ők koordinálják ezt az egészet, de ezt nem egy ilyen száraz, passzív előadásként kell elképzelni, hanem a résztvevők aktív bevonásával egy tudatos, közös gondolkodásra késztetés az, ami itt történik. A téma a kultúrák találkozása. Ez volt a foglalkozások középpontjába, és ezt közelítették meg az előadások alatt különböző dimenziókban a résztvevők az instruktorok segítségével. Az interaktív foglalkozások során nagyon fontos szempont volt, hogy saját élményre alapozva közelítsék meg az adott témát a jelenlévők. És így körbejárjuk a saját szerepeinket, identitásunkat a beszélgetések során, illetve a kultúráról beszélgetünk, éppen erről megy
a diskurzus, hogy mi a mi kultúránk, és mi magunk a kultúrájának a beazonosításával tudunk kilépni a mások kultúrájának a megismerésére, megértésére. Az összehasonlítás az mindig egy óriási, vagy egy nagyon jó eszköz arra, hogy megismerjünk mások megközelítéseit, értékeit. Innentől megyünk tovább a kommunikációnak a különféle eszközeik, hiszen ahhoz, hogy valódi kapcsolatokat, igazi értékes együttműködéseket tudjunk létrehozni, az a kommunikációnak az eszközeivel kell tisztában legyünk, különös tekintettel azzal arra, hogy hogyan tudunk empatikusan fogadni idegen országból, idegen kultúrával érkező embereket, és mi az a kommunikációs eszköz, amivel meg tudjuk könnyíteni az ő integrációjukat. A foglalkozások nem előadások, ez egy workshop, tehát nem egy irányú kommunikáció és ismeretátadás, hanem inkább beszélgetések. Úgy mondjuk ezt, hogy a nem formális pedagógia eszköze. Nem formális pedagógia, ez pedig minden az, amit meg lehet tapasztalni, át lehet beszélni, és ezeken a tapasztalatokon keresztül magunkévá tudjuk mélyebben tenni, gyakorlatibbá tudjuk tenni az ismereteket. Magdali Csaba azt is hozzátette, hogy a kultúrák a nyugati társadalmakban régebb óta ütköznek, találkoznak és simulnak egymásra mindenféle dinamikákkal, és régóta foglalkoztatja a szakembereket, hogy hogyan lehet különféle kultúrájú embereket valamilyen pedagógiai eszközzel egymáshoz közelíteni. Ha pedig arról beszélünk, hogy ezt a programot mi hozta létre, akkor valóban most talán van egy ilyen alkalom, ami a Paksi Atomerőműnek a fejlesztésére irányul, és hát ezt tudjuk, hogy ez mindenképpen egy nemzetközi együttműködésnek az eredményeképpen fog létrejönni, ami azt jelenti, hogy mindenféle társadalmakból, mindenféle kulturális háttérrel, nyelvi háttérrel rendelkező emberek fognak megjelenni Tolna megyében, koncentráltan Paks térségében, egyéb iránt pedig valószínűleg az egész megyében. És ez akarva akaratlan találkozási lehetőségeket jelent, és ezeknek a találkozásoknak különféle kimenetei lehetnek, és mi mindig bízunk a legjobb a kimenetben, és azt gondolom, hogy az, hogy hogyan lehet pozitív találkozásokat létrehozni, arról érdemes egy kicsit beszélgetni, milyen megközelítéseket igényel. Magdali Csaba azt is elmondta, hogy nagyon fontos a teljes körű ismeret legyen bármiről is szó. Ha csak rész információkkal rendelkezünk, akkor nagyon könnyű elhamarkodottan ítélni. Ez az emberi természetből adódik, hogy könnyen kategorizálunk és sztereotípiákat alkalmazunk. Nem minden helyzetet tud jól bemutatni néhány információ, aminek csak a birtokába kerülünk, hanem az ember személyes megismerése, beszélgetések, mögöttes információknak a megismerése egészen más megközelítéseket tud hozni, és közelebb tudja hozni egymáshoz az embereket. Meg tudjuk érteni egymás motivációit, egymás reakcióit, és innentől kezdve könnyebb talán igazodni és alkalmazkodni másokhoz. Általános megközelítést, egy szemléletet szeretnénk adni ezzel kapcsolatban, hogy érdemes megtenni azokat a lépéseket, érdemes valamilyen módon kommunikálni, érdemes kíváncsinak lenni, hogy egy társadalmi jelenség, egy megjelenés mögött mi van, és milyen az az ember, milyen motivációi vannak, vagy milyen körülmények közül érkezik, vagy számára mi az evidencia egy bizonyos helyzetben, és lehet, hogy számunkra meg teljesen más az evidencia. És sokszor csodálkozunk rá ilyen helyzetekben, hogy mi történik. És számunkra teljesen más tűnik logikusnak, mint egy másik kultúrából érkezőknek. Ha ezt megértjük, hogy kultúrák, szokások, hagyományok alapján másképp reagálunk helyzetekre, és az alapvetően a saját logikájából fakadóan értékes, és nem rossz, és nem rossz szándék van mögötte, akkor tudunk úgy reagálni rá, hogy megértsük, tisztázzuk, esetleg segítsük az alkalmazkodást és az itteni integrációt. Az előadásokon tanultakat a képzésben résztvevők nem csupán a munkájukban, hanem a magánéletükben is hasznosítani tudják majd. 13 magyar szervezet, 4 külföldi ország, közel 500 versenyző. A bonyhádi Oyama Karate ESE 2 sportolója, Nyitrai Noel és Illés Dóra képviselte az egyesületet és egyben Bonyhád városát a nemrégiben tartott IBK nemzetközi Kyokushin Karate bajnokságon.
Noel Serdülő korcsoportban felnőtt full kontakt szabályrendszerben bajnok lett, míg Dóra szintén remekelt, ifjúsági korcsoportban harmadik helyezést ért el. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!